Na, most lesz jó, oké, és jó, megint össze borzolta az OBS. Na jó, sziasztok srácok még egyszer. Bocs, hogy tátogtam itt üresen, de most kárt életre csak. Nézd ki. Na akkor, folytassuk is tovább. Beraktam a mini biogáz üzemet is, ami van a Zialunkán, úgyhogy azzal már egy egész jó pénzt fogunk csinálni. Meg ugye tavasszal már ezt tudjuk, vagy sőt nem sokan majd tudjuk ezt tartani, most van március, és ha minden igaz, akkor az zab van rajta, szóval júliusban már tudjuk aratni. Addig viszont kéne kis pénzt csinálni. Még pénzt. Jó, hát a szőlő az itt van mondjuk, az valamennyire megy. Mondjuk ez is itt van. Itt még van egy rengeteg hús. Ezt majd... ez már remélhetünk minél hamarabb. Á, mindig hagyjuk értékesítésen. Jó, ez nincs, akkor szerintem így alszunk egyet. Ja igen, a biogázt akartam megnézni, ez mennyibe van. Mert már nem emlékszem, de talán ilyen 50 ezer euró, ami nagyjából jön. Talán 20 millió. Termelés, gyárak. Aha, itt is van. Az esetben van többféle is. Van ez a refueling station. Mini biogas disturbed. Ha? Ez eladópont lenne? Vagy ez csak betölti? Aha. Itt van. Hát 20 millió. Akkor erre alszunk egyet. Már ha, igen. Már ha tudnánk hol aludni. Szerintem nem tudunk. Akkor viszont... félem már. Kire teszem, jó. Jó. Farmházak, van-e valami? Csak ez van? Farm épület? Aztán legalább valami szőnyeget, hogy valamiben betettek volna, de nem. Akkor van az időgyorsítás. Nincs mese. Jó szagokat nézik meg. Jó, ezeknek van. Ezeknek is van kajájuk, akkor velük most nem kell foglalkozni egyelőre. A tojást megnézzük, hogy hogy áll. Alakul, már egy raklap van, meg egy fél. Egyszerű. Épik el vannak. Hát munka az nem nagyon van. Egyelőre. Ugye ki kellett venni egy csomó scriptet is. Veszem battle contracts sincs benne, mert akkor tudnám frissíteni. Na most elég sok mindent ki kellett venni, a izéket és a... egyiket is a dirt color-t is, mert az is szarakodott Mutko Benji-nek. Szóval ez a totális káosz. Jól működik, hol nem. Na, április 1 is. Itt is vannak a nagy melódiák. Gyomlálás, aha. Ó, hopp. Ajajajajaj. Hát egy gyomlálást adjatok már, meg egy jó vetést. Elvette azt a vetést. Az igen, ilyen gyorsan. Csak így, ennyi volt. Kész, vége? Hát ez komoly. Ilyen hamar letolja ezét. Ez ilyen nagyon gyors.
Ez nagyon gyors volt ez a BR munka végül is, vagyis egy jöttes szám ment is az ellendülettel. Még direkt visszanyomtam az időt, mondom, hát addig meg tudjuk fogni, de nem sikerült. Na nem baj. Majd akkor fogom másikat még. Majd háta lesz. Aha, van is. 0,5-ösre levesszük. Azt mondja, lesz, ó, van itt rágyázás, 9 millióért, gyomlás, másfél, két, és illetve 2 millió. Bálázást azt szerintem most kihagyjuk. Jó. Fejveszem már a hangját, meg egy ízfalk. Mondjuk a 13-as földre, az hál' Istennek még messze sincs. Szerintem belekezdünk a batrányázásba. Még? Hát még bőven van ide az aratásig, szóval az még jóval odébb van. A húsból is nem tudom mennyi fog bejönni, de nagyon sok. Nagyon sok befog. Már látom előre, abban 30 akárhány ezer liternyi húsból. Háromos jött be egy éjszak alatt. 16 millió. És még azért van ott bőven. Meg jó lenne, tudnánk upgrade-elni, de ugye az meg nem működik. Itt. Multiba. Még nem csinálták meg. De még hamar oda is érünk. Itt már lerohadt egy kicsit a búza. Hát ugye ez nem a miénk ez a telep, szóval ezzel nem tudunk mit csinálni. És már itt is vagyunk. Ezt gyorsan ledúrjuk. Pedig elég magas már a növény, nem tudom, hogy ezen ezt hogy lehet még egyáltalán ezzel kifésülni, de de jó van. Hát ha ezt kéri, akkor ezt kéri. Mi van itt? Mi a burgonya? Aha. Itt gazos. Az rossz, hogy ugye itt a térképen nem látszik, hogy
Mennyire van megcsinálva? Na mindegy, használjuk akkor a GPS-t. Azon már kicsit könnyebb lesz. Hát az a baj, annyira nem is egyenes a föld, ráadásul nem kanyarodik. Úgy befele egy kicsit. Van egy kis íve. Aha, van. Hát mondjuk az már annyira nem vészes. Azt majd maximum kézzel. Majd átrendezzük. Ezt nem is nagyon tudnám másképp ejteni. Esetleg mondjuk... Hát elég nagy területet, hogy így ki. Esetleg lehet így keresztbe, de úgy meg még hosszabb idő. Visszatolhatunk teljesen odáig. Egyszerű. Hát így akkor lehet, hogy le lesz fedve az egész. Nem szerencsére pontosan mért a szélességet, meglepő. Általában nem szoktam, de lehet, hogy a gyárgépeket az jól ismeri fel. A modosokkal már inkább szokott baja lenni. Na, hogy állunk? De várj már. 13-as földgyomlálás, oké. Okay. Lent is van. Ez érdekes. És ezt be kéne kapcsolnom pluszba hozzá? Működjön? De még ki se veszi a gyomot amúgy. Pont az az érdekes, hogy ki se veszi. Ott van benne közte. De nem is mutat semmit. Olyan gyomoktól egy gyomláló segítségével, hát... Nyom kicsi kapa. Na ez érdekes. Akkor most ez buktam? Vagy ez hogy? Ez konkrétan akkor nem is működik abszolút, tehát ott marad. Ott marad a gyom. Mert gyanús is voltam, mondom, elég magas már a krumpli, mondom. Ezzel már nem valószínű fog működni. Hát akkor ezt úgy nézzük ki, hogy ezt benyeltük. Akkor ez nem működik valamiért. Így. Akkor sikertelen, hát akkor mindegy, maradunk a trágyázásra. Hát nem örülök. De ez nagyon furcsa volt. Ez nagyon furcsa volt. Csak most így visszafele már feltűnt, hogy mondom, miért nem szedik ki vajon. Hát hogy már túl magasnak jönni. Én pedig maguk a gyomok még kicsik, tehát azokat még ki kellene szedni az első fázisú gyomod, de úgy tűnik, hogy ez nem működik. Azt akarom megnézni, hogyha saját magunknak vennénk műtrágya szórót. Mik a lehetőségek? Ja, van a csepel. Terautós. Illetve vannak még ezek is. Ez is 16 millió. Hát maradunk inkább a kölcsönzésnél. Jóságom.
Úgy írta, hogy műtrá... Aha. Trágyázás. Jó. Abból veszünk. Melyik terület a 8-as? Azt szerintem elég nagy. 8-as, 5, 6, 7, 8. Mondjuk legalább itt van a bold mellett. Hát ide viszont... Hát, hogy 7 zsákkal veszek. Ezt úgyis visszakapjuk majd. Egy idő volt még az elején játéknak a legeleje körül, hogy lehetett bugoltatni, és akkor csomó pénzt visszakapott az ember. Utána ez megszűnt, nem volt kompenzáció. Aztán most megint megcsinálták. Olyan érdekes. Egy Amazonra viszont jó lenne beruházni, majd csak... És a két fillér. Mennyi is 24 millió csak. Szimplán. Legalább viszont jó szélesen tud szólni, de eszet viszont nem tud. Ami meg azért majd csak kéne. Utána lehet, hogy a BGR-ra be is fogok ruházni. Már csak kérdés, hogy egyáltalán le fogom tudni tenni valahova. Ugye a hely az még eléggé kellene neki. Hát mondjuk nem olyan nagy méretű, de azért mégis. Nézzük. Aha. Melyikkel lehet már elforgatni? Ja, ezzel, aha. Ezzel kicsit beigazítjuk. Aha, hát kell ezzel még igazítani, úgy látom. Nézzük nagyjából, így jó is lesz. És... Így már fasza is. Ja, igen, csak itt van benne ez a törés. Hát igen, ez egy kicsit van érdekesebb. Ezt így leszóljuk, és akkor elvileg már adni a kéne a következőt. Aha, vissza kéne forduljak. Mert legalábbis visszatolatni addig egészen. És akkor utána. Utána már jó is lesz. Ugye, hogy már beáll, akkor ez a részem előtt helye közel legyenes.
Hogy jó, mert tényleg is lesz valaki kicsit. Jobb kapsz belőle. Ah, szépen behúzza, gyönyörű. Hát egy piszok hamar meg lesz, már 22 százalékom és mi csak két kört mentünk. Az a 42 méterre azért tényleg lehet haladni. Legalább. A más, ú, de szép így a nap felkelte. Gyönyörű. Sokat dob az a shader rajta tényleg. Ja, már túl sokat. Na, van megy a rendőrség, viszi a bolondokat? De hallatszik. Már 30%, ma 31. Csánat. Ó, oh, már, hát közel a felével már majdnem meg vagyunk így területre legalábbis. Így pippak lehet haladni. Meg a Kárpátinak pont ez a, ami az előnye, az a hátrány is, hogy jó nagy földek, hát az olyan gépek is kellenek. Még itt legalább vannak ilyen nagyjából szolid méretűek, úgyis ezeket fogjuk elsőnek megvenni, valószínűleg nem ezeket a nagyokat. Pedig jó lenne legalább egy ilyen, mert abból viszont már tényleg lehetne, azon már tényleg lehetne haladni. Hát az a, nem is tudom mennyiben vannak ilyen 200 millió, tehát brutális árakat. Az úgyhogy muszáj olyat termelni, amivel lehet egész sok pénzt csinálni. Hát a hússal lehet itt igazából egyedül érvényesülni első körben. Vagy leghamarabb legalábbis. Abban mindenképpen érdemes beruházni. Jó, karrierben lennék, akkor nem aggódnék, mert akkor lenne más módszer is a húson kívül, mert úgy akkor fejleszthető gyárak opció benne lenne. Szépen lehetne tolni akár, mit tudom, csak simán szőlőt is, vagy bármi egyebet. De így meg nagy mennyiségbe kellett tennem ilyen ültetvényeket, hogy megéri egyáltalán. Húsból mennyit termelt vajon ez óta? Ja, mert már értékesítette, ha? Ja, a csóra meg erre fordulna. Na jó. Ezt ha megcsináljuk, meg is nézem a BG-t, hogy hova tudnánk letenni. Csak kéne még egy kis plusz tőke, hogy tudjunk valamennyi bálát venni. Nem tudom, az autólód az benn van vajon?
Szerintem nincsen. Nem ilyen, hogy univerzál a tólód, akkor nincs bent. Az úgy viszont nehéz lesz. Mert jó felforró, egyszerű. 1%. A plusz pénző majd tudunk menni bálát is. Meg valahogy az autolódot be kéne tenni. Amúgy. Az a baj, mire a bálákat ott felkínlódjuk. Egyesével az úgy sok idő. Ezt hol adja ki? Akarom nézni, hogy itt valahol. Aha, hát azokban a garatokban. Aha, ja igen, itt tölti ki, és akkor úgy rá a szórótárcsára. Wow. Na, majd, hogy nem. Pontban kiadja, hát van egy pici híja, egy fél méter. De szerintem már nem azon fog múlni, mert végére érek, akkor addigra már ez meg is lesz. Kilenc. És meg is van, jaj de jó. Összegyűlt. És pluszban még ideadta ezét is. Ám bár mondjuk nem. Hát nyilván amit már nem használtam, annak az árát ideadta. Na ugye rendben van, jó, 33 millió. Na akkor nézzük meg, hogy beleférünk-e. Termelés. Aha, hát nem, valóban nem nagy helyet foglal. És igen, nem a mi tulajdonunk, köszönjük szépen. Igen, tehát vagy a komposztáló helyére kéne. Hát, itt is találhatném, csak az úgy furán néz neki.
Aha. Azt is majd el kell hordani. És rengeteg pénz. Na nézzük. Hát jó, legalább az útban nem kontárkodott bele. De izébe viszont, ja, a patakba, mint a húsüzemnél. Na, hát mindegy. Még itt majd. Kicsit igazítani kell majd. Mert ugye majd ide kell nekünk a bálákat hozni, szóval ezt itt el kéne rendezgetni. Kicsit megpuhítjuk. Nézzük, hát elég meredek lett itt, ez biztos. Kutya fáját. Na nem baj, hát. Legalább ott elférünk. Nem is engedi egyébként. Ott engedi. De itt meg már nem engedi. De hogy miért nem? De fura. Hát hibát nem hozott rá pedig. Mondom, miért úgy áll, ahogy... Na, most jó. Szia, Vodka, csöcső. Vodka először csetel. Jó. Hát akkor ez, hát kicsit olyan lett amilyen, de annyira nem vészes. Én rosszabbra számítottam. Az a baj, itt elég szűk ez a hely, viszont máshol meg nem tudunk építkezni. Ami úgy aránylag laposabb lenne. Szóval most valamit valamiért. Ezt muszáj volt így bevállalni. Már megvárhatom volna azt is, mire ez kész. Már elvileg ez... Aha, meg is van erjesztve. Üdi. Akkor ezt már csak el kéne hordani. Az jó. Az a baj, de meg komposztot nem tudom behozni, hogy tudjunk belőle csinálni bármit is. Az a baj, hogy nem. Nem elfogadó hely. Akartam már keresni. Jaj, itt a csarkocsot. Úgy emlékszem, nem. Igen. Sajnos ez nem tudja. Úgyhogy szilázzsal majd tudjuk tolni, mert az viszont ugye nagyon-nagyon sokat ad. Sőt, a trágyát is fel lehet használni majd, ugye amit itt termelünk a... Hogy termelnénk, csak ugye még nincsenek beszalmázva. Szóval az addig... Ennyi valós. Jó, hát akkor... Akkor rakodás lesz a mai... munka is. És kéne bérelni. Mint a Toriand akkor. Azt hiszem, ez nem is maradt béleménybe, azt vissza is adtuk akkor. Úgy rémlik. Vissza. Jó. Három millió 400 plusz a kanál. És azt akarom megnézni, hogy ha ezzel tudok komposztot. Elvileg igen, ez az albattal. Igen. És ez gyári. Na, jó. Na meglátjuk. Jó drága egyébként, hát majdnem 4 millió egy ilyen.
Virázsvilla. De durva. Ja, még most jöttem ki innen a kaput, ja. Összesokjuk. Kicsit jobban elfér. Az a baj, a kamaszt meg azt nem lehet használni szerintem. Ennek a hordására, mert automatizálni akarnám. Mert ugye most jelenleg egyedül vagyok, mert nem tudom mikor jön majd kollega. Lehet, hogy majd 9 óra fele. És hát egyedül meg így tudom rendesen kibekelni. Történetet, de viszont előny legalább ezzel a villával tudom majd pakolni az erre. És most gondolkozok, melyik pótkocsit kellene majd. Mert valószínűleg a varióval kellene hordni, mert azzal szerintem működik. Az autószállítás. Már van olyan traktor, amivel nem modosok közül. Azt hiszem, hogy a... az MTZ-vel nem működött. Talán. Vagy igen? Valamelyikkel működött ám. De majd mindjárt kiderül. Az lefordul, akkor zsír. Hát te szerintem nem fordulsz le, de mindegy, majd megvárod. Mik? Kimegyek? Kérdés, hogy ugyanoda kell-e majd szállítani, mint eddig, a Jenny's Old Stone, a Jenny-nek a farmjára, a jobb alsó sarokban. Vagy pedig a szállítási céghez talán. Azt hiszem, az, ami még elfogadja ezeket a kettő. A jobbra emlik. Na, meg is jöttünk. Ezt a füvet majd elpakolom, mondom, mert az úgy nagyon útba lesz. Mi ez a... organic waste? Ez csak fű. Hát ez el is tűnik jól. Mert nem mindennyi mennyiség. Egy bizonyos mennyiség fölött már nem tudja eltüntetni a kanálból. De mondjuk egy ilyen pár...
Pár száz liter talán. Valaki esetleg véletlen beletölti, mondjuk azt, amit nem akart, akkor az még így automatikusan ki tud törlődni. De csak egy bizonyos mennyiség után már nem. Az is valami... Hát pedig az is. Nem. Ugye? Ugyanaz? De ugyanaz. Akkor minden a sarokban nem akarja kivenni. Kiharapni. Na jó. Ezt félretesszük ide. Mindig. És mindig hozzuk akkor a... Ja, az meg be lett fordítva. Ó, basszus kulcs. Ajhaj. Nem örülök neki. Na, csak az a kérdés, hogy... hogy fordítom onnan vissza? Úgyhogy rá tudjuk tolatni. Ez... Hát nem kérdő. Na, nem. Hát vagy az, hogy visszaállítom, de akkor azzal meg az lesz a gond. Hogy akkor mehetek erre a boltba. Vagy pedig megpróbálom kipiszkálni. Na, van órudat. Na, úgy tűnik, hogy ez mintha működne. Csak teljesen be lett fordítva. Azaz. Ó, nagyszerű, prima. Mire tudom el hogyan hozni őket? Hát. És el is bírja húzni, jaj de jó. Legalább addig, hogy nem kiszedni. Közben meg a zárakat. Egy picivel kevesebbet kapok, de legalább eltom, mint a másik helyre, akkor is jó. Lehetes cég. Ah, most oda lehet vinni, látom, ott van jobbárba. Most kiderül az igazság. Hát remélem a fend az nem... Nem lesz rossz, hogy...
Mert hogy tudok-e vele ilyen feladatot csinálni. Ugrás ide? Nem. Most... Most maga a fent nem képes rá, vagy maga a pótkocsi nem? Kamaz? Kamaz tud ilyet? Elvileg igen. Rakodásszállítás, aha. Ez például tudja. Szállítási cég, igen. Rakodási helyzet, mondjuk legyen... hol is... Nagyjából itt. És elindul. Na, mi van veled? Mert hát útban van neki a... Jaj, mi? De miért ott akar ez menni amúgy? Ja, mert... Ja nem fordul meg. Hát érdekes. Nézzük már meg ezt a pótkocsit. Ez is ugye ezt csinálja? Aha! Hát a pótkocsi nem jó. Értem, akkor ezt a pótkocsit nyugdíjazzuk már jelleggel. Jó. Ha minden igaz, akkor most a kamaz az ide jön, bár mondjuk nem tudom, hogy miért innen jön, és miért nem itt ment. Kérdezzétek. Ezt ő tudja. Minden esetre beválik, akkor az úgy, az ugye teljesen korrekt. Viszont az a baj, hogy... Nek viszont akkor kéne egy új pótkocsi. Akkor nem a traktorral van baj. A pótkocsi... posta össze magát. Most mennyi pénzünk van, még 14 millió. Abban nézzünk valami használatot. Ezt meg elvisszük. Elvezettetjük ide. Na, elindulsz. Na. El. De mindegyik erre akar, mert én nem értem. Azt valahogy arra nem ismerik az utat, vagy nem tudom. Lehet, hogyha, lehet mondjuk ez, mivel ez van közelebb, azért akar innen menni. Hát ugye nem mindig az optimális útvonalat találja meg. Hát a legrövidebbet. Mint ahogy ez is mutatja, hogy... Nem mindig. Pedig érdekes, hogy itt az utakat viszont mindig jól szokták követni, nem tudom is miért. Miért megy így össze-vissza. Ne? Jó. Nézzük egy pótkocsit. Az első adagot rárakom, és utána megtartunk egy szünetet. Na milyen legyen, milyen legyen? Hát nyilván nem túl drágát, ha akarok. De ha ez nem tudja, ez viszont már tudja, ez a P93. Aha. Jobb. Hát igazából mindig. 18 köbmétert tud elvinni. Uh-huh. És még ez nem is lenne drága. Ez jó lesz neki. Térne meg fel. Ja, csak itt vannak a fák. Aha. Aha. Várjál, bátyám, mert... öti problém. Van. Valahogy ide kéne beállítanom. Pontosan ide. Szállítási cég, kötegelés, igen, és akkor rakodási helyzet, mínusz 77, 9, 6, 91, 95 fok. Aha. Nem tudom, hogy az alappozícióját, miért nem...
Nagyjából, igen, itt kéne. Célpont nem érhető el. Mi van? Miért nem érhető el? Várakozás töltésre. Jó. Na, úgy tűnik, hogy ez most már működik. Ha minden igaz, akkor mostantól kezdve automatikusan fogja nekünk elszállítani, meg vissza is jön. Egyszer már csináltuk egy karrierbe is. Aratásnál például, az teljesen jól működött. Úgy látom, ez a fajta torjon is elbírja. Hát kicsit billeg, de... még nem vészes. Díj segítőt akadályoz egy objektum. Ajaj. Ez a forgalom amúgy. Aha, ki is lépett. Nem tudom, mibe akad meg amúgy. Ilyen érdekességek. Na, indulj el elfele, hogy... igen, mert itt is van forgalom sajnos is. Annyira még nem... nem okos, hogy legalább ezeket így kikerülje. Még egy hasonló, mint a Catalan Cross-val, az jó lenne egyébként, mert ott az aj jobban figyel. Sőt, még ott van, hogy még lejjebb is húzódik. Hogy elférjen a másik. Jó, az elvileg megtelt. Ah, és érzékelte is. Ó, gyönyörű szépen indul. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt majd nem tudom, hol fogom beállítani. Rakodni. Megkeressünk egy másik helyet ott. Vagy ugyanarra a helyre beállítom. Sőt, ha már itt vagyunk, akkor veszek ki láncfűrészt, és szerintem azt a két fát annak kicsapom. Már ha kitudom egyáltalán. Mert ez így rettentő módulban van. Nem is engedik jövő. De hogy nem. Úgy. Bocsi bátyám, de most itt a kitermelés zajlik. Ezt a fát nem szabad kivágni, hát pedig de. Ki fogjuk vágni, mert rohadtul útban van. Ezeket ide hordjuk. Ne dudálj! Tudom, hogy útban van a fa. Ez van. Még ezt picit is érzékelik. Ha, de érdekes. Inkább arrébb teszem, mert valószínűleg bele fog akadni. Amelyik aktorba. Itt tőből szépen kivágjuk. Ó, ezt is elbírja. Az nagyszerű.
Ezt ide letesszük, majd valamit csinálunk vele. Egyelőre itt elfér. Látjuk őt is. Még lehet megvárni a kamiont. Mondjuk az még... Ja, hát az még most fog odaérni. Az már nem sok idő. Akkor igen, itt volt a kamion. Igen, ez a két fa, ami már csak volt, hál' Istennek. Akkor elszállítás, szállítás. Szállítási cég, kötegelés, okés. És akkor nagyjából ide. Igaz? Körülbelül. Ó, oh, de jó, most már kitalál a boltból. Aha, igen, ha nem akadna bele. Ó, oh, de jó, hát ha ezzel kell kínlódni, akkor ez úgy nem lesz túl jó. De még nem volt ezzel a probléma, amúgy nem tudom most miért. Még ott is nyitva van a kapu. A furcsa, hogy miért nem onnan megy. Komposztit nem elfogadott. Jó, de akkor hol? Itt sem. Jó. Hát pedig valahol le kell borítani. Megnézzük. Te meg akkor szünetelünk. De ezt már tényleg meg akarom nézni. Aha, jó, oké, és oda jelöli meg, de hát most... Itt sem. Amíg eddig a Jennyhez szóltuk. Jenny nénihez. De itt nem fogadja el, akkor... Várjunk csak. Megvan szerintem, hogy hol fogja elfogadni. Meg most remélem, hogy, ez beválik. Itt. Talán. Megvan. Mondjuk animáció nincsen a borítást. Legalábbis a, ugye a komposztot kiüríti. Nem rossz, nem rossz. Na jó, ezt egyelőre így hagyjuk, illetve parkolunk. Aztán tartunk egy szünetet. Utána folytatjuk akkor ezt a kis műveletet. Jövök mindjárt.
Na már itt is vagyok. Hi, hi. Benji, jössz fel? Jössz föl? Na, jó. Hát figyelj, még egy órát szerintem leszünk. Ja. Egy órát. Úgyhogy jöhetsz mérni. Még egy pillanat. Ja. Nyomjak már egy. Világítás. Mi? Jó. Jó van, gyere, gyere. Gyere, gyere. Na, akkor folytassuk a melódiát. Mert erősítést is le kell majd frissítsem. Mindenképp. Rakodópont nem található. Mi van? Na, oda vezetsz. Jó. Hát kicsit furán állt, mert másokat meg ide irányítottam így előrébb, de mindegy, majd jön be Jokoman, egy évet úgyis át tud venni. Sőt, majd lehet, hogy akkor majd inkább a szalmat kellene majd hordani. És a gázat jelentem, hogy kést vagy óráskát. Jó, elfogadva. Hoppa, hoppa, hoppa. Kicsit billeg. Nem úgy volt, hogy én imádkozok, hogy el ne fáradj, te meg dolgozol. Én nem tudok róla, hogy kinek kéne imádkozni, meg kinek nem. Nem tudom. Most valószínűleg több ideig leszek fenn, szerintem. Vagy a fene tudja. Most ugye éjszakás voltam. Most az első napom az valószínűleg ilyen lesz, hogy több ideig maradok fent. Jó. Na nézzük. Ezért jön közben. Ja, jön. Ó, már megy is. Tipi! Hogy viszi? Hát ez már csak ilyen. De mondom, az első nap szokott ilyen lenni, utána már beállok. Ami nem úgy, de... Az órám áll be. Következő delikvenst. Valahogy úgy, igen. Mint a 200-as szeg a vályok falba. Olyan merevül. Na, összetalálkoznak és... És vajon... Elmennek egymás mellett. Nagyszerű. Hát ügyesek ezek a fiúk.
Azért fizetem őket. De tényleg kár, hogy ezt a komposztot nem lehet betenni a BGA-ba. Pedig az milyen jó lenne. Annyi majd a... Halihó. Majd a... Aha, itt vagyok, persze, hogy ne. A mini BGA-t azt majd letöltöttem, innen modhubról majd azt rak be. Ne, jön már ez a kamaz. Jön már. Nagy sunga, az igen. Ne vágj elé, ne vágj elé. Azért mondom. Ah, gyönyörű szépen beáll. Azaz. Egyszerű. Hát kicsit ráment az útra, de nem baj. Uff, az igen. Kicsit sok a súly neki. Megint egy objektum akadályozza. Nagyon jó. Na? Milyen objektum? Ja. Nyomorult autók. Mindjárt ki is veszem őket. Na. Nem hallasz DC-n? Várjál, mindjárt megnézem. Na most, halló, ja. Megvan mi a gond. Hang és videó. Default. Mikrofon. Na most jó? Jó, most jó. Na, fassa. Jó, akkor. Hát szerintem csak az etort kell frissíteni. Mert azóta nem lettek frissítve. Na nézzük, olyan jó helyre borítja. Jó helyre jött, aha. És... Gyönyörű, gyönyörű. Azt kell mondjam, hogy gyönyörű lesz. Egy kérdés, hogy innen vissza is fog tudni eljönni. Hát úgy látom, hogy így már jó. Így már nincs forgalom, így már könnyű dolga lesz. Így hamar meg lesz. Majd neked meg majd annyi lenne, ha BGA-hoz majd kellene Szilás Bálád meg Szalmát hallani majd, jó? Jó.
Hát reméljük, hogy most már nem lesz az, mint a múltkor. Igazság pillanata. Na. Az a baj, pont nem tudok ilyen doppergés effektet csinálni, úgyhogy... Na, elfogadás. Fontos az elfogadás. Ilyen későnkre jön meg az elfogadás. Micsoda? Ilyen sok idő, míg eljut hozzá az elfogadás. Hát ezek szerint igen. Mondjuk nem lepődök meg rajta. Próbáltam ezt az FSR3-at egyébként. Hát... Még ezen csiszolni kell. Mert... Az AMD-nek van egy ilyen, olyan, mint a DLSS-e az Nvidia-nál. Csak ez működik. Ez a felskálázási? Igen, ez a skálázási funkció. Csak annyi baj vele, hogy ha átállítod az FSR3-ot, akkor egyből kilép a játékból. Aztán visszaállítani már nem nagyon tudod, hanem úgy van, ugye háromfajta üzemmód van alapból képernyővel kapcsolatban, tehát van a teljes képernyő, exkluzív teljes képernyő, meg az ablakos mód. És csak az exkluzívban nem működik. Szóval úgy tudtam megoldani, hogy mégis kikapcsoljam az FSR-t, mert hát annyira nem volt jó, mint vártam. Vagy nekem, én legalábbis úgy nem láttam olyan jónak. Hogy fogtam is sok exkluzívba átpakoltam, persze megint kilépett a játékból, de utána már egy visszament. Lua nélkülben vagyok. Na, süti. Jönni a kamaz meg a fend, az most arra van állítva, hogy hordják a komposztot. És akkor... Hát ott a nagy zetor, az a tudod majd vinni. Most nem rózsaszínet tegeket. Na, igen. De a múltkor még mindig nem tudom érteni, hogy sikerült belépni úgy, hogy nincs lefrissítve. Nem tudom, ez valami ilyen future. Hop, 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 hop. És lassabban. Meg is jött a fend. Szerencsére sikerült őket beállítani egy normális pozícióba, úgyhogy tudom őket rakodni rendesen, meg el is jutnak a ezéhez is. Akkor az Zetorral, ugye? Akkor az Zetorral, mert most ezeket így automatán mondja a cuccost. A pótkocsikben vannak ott a tenészetnél, vagy az? Azt a kettőt eladtam, mert az nem működik amúgy. Nem lehet használni ezére. Automatikára. Megint beakadt a... Amaz, megint ugyanoda akad be. Nem igaz. Hát ezt meg beállítom a... Jenny Farmra. Nem tudom, mi lesz ezzel. Ez így nagyon nem jó. Ott le tudja rakodni egyáltalán, de még abban soha vagyok biztos. A pótkocsi az hol van? Melyik a... Kamaznak? Hát amivel lehet így. Mindjárt... Veszünk egyet. Amire tudsz pakolni majd. És csak van is itt egy... Ilyen DPV. Vettem is egyet, ott lesz majd a boltnál.
Amúgy ki lesz próbálva, Tató? Az biztos. Hát figyelj, az Zélunkán ugyanezt a Ligül pótot használtam, megpakolva, elbírta. Még ha itt jössz fele alul, ugye itt nincsenek olyan nagy dombok, akkor el lehet vele húzni. És akkor milyen bálát kell? Szilás? Szilás bálát, aha. Meg szalma bálát. Az mindegy, hogy kör vagy kocka? Hát figyelj, kocka bálát, inkább már abban több van. Ezt meg akkor állíthatjuk be újra. Nagyon jó. Letes cég. Egyet lehetett venni, majd hogy 8 darabot. 8-at? Aha. Hát annyit enged. Majd hogy nincs több pénz. Ja. Ez jó. Ez fasz. Ja, 6 millió. Ennyi maradt. Hát mindegy, ez a 8 is elég lesz most egyelőre. 20 ezer euró egy vagy hát 8 darab. Nem érhető el. Mi a büdös? Na, indulj már meg. És meg abba hagyta a munkát. Hát, öcsém. Na jó. Mondtam, fent olyan gyönyörűen. Tudja, hol lenni? Ez meg kínlódik. Nem megáll. Na, indulj hát meg. Na, akkor Jennyhez viszi. Rövidek vagy, beteszed a Universal autódót? Hát nem duázik. Hát figyelj, betehetem majd most is, ha gondolod. Hát nem tudom, nem mindegy. Ja, múltkor luázott, igaz? Aha. De lehet csak, lehet az már múlt. Lehet, hogy amúgy működött volna utána. Egy kicsit erőltetjük. Na várj, mindjárt visszaér a másik. Csak hát mondjuk mindegy végülis. Majd beállítom még egyszer. Igen, mert az a sokkal könnyebb lenne pakolni a bálát. Na várj, kilépek akkor, jó? És akkor megnézzük, hogy mi újság. Megnézem, hogy annak van esetleg valami friss változata. Nem nincs. Akkor... Több személyes játék. Carpathian Universal. Frissítenék az Universal autódat. Mert neked hanyas verzió van benne? Hát azt hol látom? Alatta van, ott ír, hogy verzió. Jön nekem 1.5. 1.5. A legújabb verzió meg 5.00. Ja, azt kell, várjál, melyik van? 1.4.00? 1.5. Hát az a legfrissebb, igen. De akkor még jó, hogy frissítenem kell. Hát ez jó kérdés. Hát de akkor lefrissítem. Jó. Azt max visszateszem a mutatot. Jó. Az eredetit. A Mothab addont azt szerintem nem tesszük be. Az marad úgy. Az Mothabos. Igen, Mothabos. Így van. És akkor hogy fogjuk pakolni, hogy nincs benne a Mothab addon?
A mod hubadon az csak a modos bizékhez van. Tehát a mod, a sima Universal autólod a gyári pótokhoz jó. Most ugye azt vettük. Meg szóval annak működni kéne. Autoload stock trailer pack. Aha. Na meglátjuk. Ja, meg kell a Palette Autoload Specialization. Jó, akkor még egyszer. Jó. Kész? Á, most tölti be. Ő neked töltem még pár módot elvileg. Hát a Palett autolódott, az Universal, és így ennyi. Kb. Jó, betöltött. Jöhetsz majd. Amúgy a Discordon van ilyen reklám. Ilyen reklámidő. Reklámidő? Igen, és ott a régi Twitch van még betéve. Tényleg? Aha. Ja? Warlock 93. Ja, köszi akkor. Jó, majd akkor ezt majd frissíteni kell. Jó. Jó, kis. Azt manuál sem meg el kell vinni. És jön a Benji. Jó. Derül ki az igazság. Léci, működj! Elvileg. Jó, hát látom. Na, jó, de jó. Ez alkalmazott zemlő? Ja, hát... hol van? Itt van a pusztán. De elkülön. Pusztán van? Hol van? Ja? Igen, mert ez be volt állítva, hogy automatikusan holdja izét, tudsz ott. Csak hogy kiléptünk. Mondjuk lehet, hogy ezt majd le fogjuk majd cserélni. Lassan már. Le is esett a bála izékot. Mi ugye úgy lett kilép, hogy még mozogtam a manitúval.
A bégé az hol van? Itt van, ahol vagyok a rakodógéppel. A húsüzem mellett közvetlen. Ja. Szia Andris, ciao. Megjött Wolf is. Ja, csedd. Ja, szerintem Discordon. Nem. Na meglátjuk, hogy a kamasz hogy fog működni a másik rakodóállomásnál. Egy kirakodónál. Kíváncsi leszek. Kint egy kis help. Na, mi történt? Szia. Szia. Nem, bocs, hogy így hozzáadok live-ba. Mert... Ja, nem, nem zavar, azt mondja csak. Én egy kis help. Na, igen. Mi történt? Kettő. Egy olyan gondba ütköztünk, hogy 19-ben mi ezt meg tudtuk oldani, de most a 22-ben szeretnénk ugyanezt megoldani. Igen. Három soron. Mi van a három sorra? Három soron szeretnénk fát ültetni. Három sorra. Egyszerre. Aha. Mert a 19-ben volt erre mód, egy ilyen tree planter bar, tehát egy planter barra kellett felakasztgatni a három ültetőgépet, és 22-re nem találok ilyet. Hogy erre tudtok valami megoldást? Hát, erre valószínűleg csak ugyanezt tudnánk, mint ami lenne a 19-ből, hogy lenne egy ilyen... Nem hozták át. Aha. Hát, akkor viszont nem, mert ilyennel még nem is találkoztam. Ez nekem teljesen új info, amit mondasz. Amúgy abszolút. Sőt, szerintem még fát 22-ben nem is nagyon ültettünk. Talán egyszer. Most még az elején, mikor azért volt a Platinum DLC, de azóta nem is használtam. F-es társadalomba beküldtem, hogy inkább nem engedik. Akkor nem engedik, akkor... Ezt mondja, hogy nem. Jó, F-es társadalomba nem engedik beküldeni minket. Nem, beküldtem volna, hogy mire gondolok. Hát a képek linkjába oda be tud küldeni. Igen. Persze, az azért van. No, that link is not allowed. Jó, akkor... Kép másolása. Őről oda beszélek. Ezt engedik. Engedik. Képet enged. Ilyenről beszélek. Mindjárt megnézem egy pillanat. És ezzel vagyok rajvéjelmet. Hát ha olyat nem hoztak át, akkor viszont nem tudok rá így megoldást, de mindjárt megnézem, várja. Megmondasz? Linkek? Aha. Ja, hogy ilyen? Aha. Hát ezt passzolom. Ezt teljes mértékben passzolom. Ilyet még nem is láttam amúgy eddig. De tényleg. Amúgy ez nekem annyira új, hogy most hallok tőled először ilyet. Mert még nyárfázni akarunk, tehát nem sima fát ültetünk, hanem nyárfát, hogy le tudjuk darálni fakforrásra. Mert megéri. Nézzétek már, nézzétek a mottab.us-en is esetleg? Mottab.us. USA. Ott szoktak általában olyanok is fenn lenni, amiket például mondjuk Kingmozra se tesznek fel, mottabra se. Okay. Esetleg ott még meg lehet nézni, de jobb ötletem már nincs. Nézzük. Szombán... Subaru. Ó. Jó, sok játékhoz van. Van, ott egyébként BeamNG-hez, Farming 19-hez, Euro Simulator az ATS-hez. BeamNG. Rossz a helyen állt, meg nem mindegy.
mert ilyen izéket találtam már. Palántázókat, de annyi, hogy nem a sebességet növelték, vagy a fák közötti vetési távolságot lehet állítani. Ilyeneket találtam, de hogy konkrétan milyen, ami nekünk kell, azt nem. Hát mondom, ilyet még én nem is láttam, de ami kifejezetten egy ültetőgéphez jó. Most ezzel vagyunk bajba. Mert azért nem egy kis területről volna szó, hogy be kéne ültetni. Ja, és akkor azért kéne, hogy három sorra tudjátok. Igen. Tehát így konkrétan majdnem ilyen 7-8 hektár lesz. Öbből. Ne, nem akarok ilyeséget mondani. Mindjárt hasonlítok. Mert van egy földünk, az 0,93. Hát jó, most 7 hektár nem is, de 4 hektár. Na, mert a fákat már elkezdtük kivágni. Aztán most azt nyomjuk nagyon. Mert már elértük azt, hogy haladunk dolgokkal, veszük szépen a földeket, meg ilyenek. Melyik pályán toljátok? Burgenland-Kreis. Ja, aha. Azt izmos gép nélkül nem érdemes játszani. Igen, azt tudom. Ezt most megmondom, az olyan össze... Efeser próbáltátok, az lehet segíteni rajta valamennyit. Efeser? Aha. Nem, az AMD-nek jött már a hármas verziója. Nvidia-n van. De azzal is lehet használni, 1060-tól fölfele bármelyik Nvidia kártya, de meg... De amint rákapcsolom az Efeser, nekem a DLSS leveszi. Ja, mert neked DLSS képes. Ja, hát akkor... Nekem van, tehát az RTX 3050-en van, 3060, hogy... Ja? Hajrá. 3000-es. Aha. Nem jut eszembe, hogy a hanyas. Tehát nekem DLSS képes, és leveszi azonnal. Nem, azt ezt tényleg ajánlom, hogy azt a mapot csak izmos géppel, mert... 3050 Ti-on van, és... Ezt meg tudja fogni rendesen. Hát... A telefon vagy. Még szerintem még egy 3070-t is. Bőségesen. Ha ennek egy 4070-je van... Az már bírja? Az bírja. Az bírja. Tehát az az... Hát neki 12 GB-ja van, ultrán játszik a játékkal, ultrán, tehát fullon játszik a játékkal, úgyhogy neki az úgy elbírja. Azt mondja, ha nem a telepen van, akkor ilyen 90... 79-en FPS-e van ezen a mapon. Ha bejön a telepre, akkor 40. Rájöttünk, hogy miért olyan kifogó az a map, mert konkrétan minden objektekből van összerakva. Hát meg nem csak maga a mapszar egyébként, hanem maga a játék is, mert egy meg két szálas. Sőt, azt hiszem maximum két szálat használ az egész játékmotor, tehát nem használja ki abszolút a gépet. Tehát pont ezt olvastam Redditen, hogy igazából csodát nem kell várni. Abszolút. Mert maga a motor az egy nokedli. Hát pedig a VOT is kihasználja az összes szállat most. Hát az egy dolog, de... Ez is olyan volt, hogy egy szállat használt a prociból. Hát jó, de ott egy teljesen új engine tettek bele. Úra, mint a izénél a Warlandernél, és mondjuk a Warlandernél nem volt, a Dagur engine maradt, de azt viszont teljesen felújították. De itt viszont maga az engine, hiába fejlesztettek rajta valamennyit, még mindig ugyanazzal a régi technikával dolgozik, és szar. Tehát, hogy egyszerűen nem használja ki a gépnek az erőforrásait, és Redditen is rengeteget panaszkodnak rá amúgy. Hogy hiába építesz akármilyen brutál gépet, egyszerűen nem képes szinte bármelyiket megfogni, mert nincs normálisan optimalizálva. Ez még nem tudom, miért nem működik. Jó, mondjuk tudok olyan mapokat is, ami úgy tudja vágni a gépet. Bármi erőművel van. Látom, ja, hát persze. Mert mondom, havernak a... Most elég jól fut, tehát ezzel nincs baj. De tényleg az, hogy... Nem tudom, az, hogy minden tényleg, annyi minden objektekből van kirakva. Konkrétan az út szélén a kövek, tehát szegőkövek. Azok is minden egyes darab objektekből van kirakva.
Nem az, hogy használta volna az alap farmingos, mert amúgy meg lehetett volna oldani azzal is. Minden meg lehet azzal oldani, persze. Tehát alap farmingos dolgokkal, nem ilyen modoltakat berakni. Tehát bemész a városba, nekem ott azonnal eltűnik 30 FPS-em. Tehát iszonyú drasztikus FPS csökkenéseket lehet elérni. Még a föld utak is egy része izéből van, objektekből kirakva. Ez gáz. Aztán, ja. Hát azt meg nem is mondom, hogy rengeteg fa van a mapon, rengeteg föld alatti fa van. Hát azokat meg Hood Hider-rel ki tudjátok szedni, vagy a Map Object Hider-rel. Már elkezdtem. Ami olyan volt, elkezdtem kiszedni. Tehát nagyon sok objektet tüntettem, hogy így is a mapról. Valamennyit már javítottam úgy. Konkrétan annyi dolgot tüntettem az Object Hider-rel, hogy megnyitom az Object Hider-t, azt még így 15 másodperc múlva nyitja meg. Annyi objekt van már eltüntetve. Mert szomorú. Iszonyat üzése van. De az a poén, hogy ugyanezekkel a beállításokkal, amikkel most vagyok, mert le kellett vennem a grafikát, hogy tudjunk játszani ezen a mapon. Mert amúgy jó map lenne, tényleg nagyon jó ki van dolgozva. Na, azt elismerem én is egyébként, hogy tényleg magával az optimizáltság. Az optimizáltság az egy hulladék. És ezért akarok mondani. Más mapon, tehát ez egy sima, teljes értékű térkép. Igen. Na de most én felmentem a Landerzumra, az egy 4x-es map. Rengeteg fával. Tényleg rengeteg fával, rengeteg földet. Konkrétan a mentési idő is rengeteg idő. Tehát ilyen 8-10 másodperc, míg elment nekem a játék. Pedig SSD-n van. És... azon 60 FPS alá nem megyek be. Tehát az nem mozdul meg a 60-ról. Landerzum az annyi, hogy csak a, egy német map, 4x-es map amúgy, nagyon jó, azt tudom ajánlani. Jó telepekkel vannak megcsinálva, elég jó földekkel kezdesz, tehát elég jó méretű földekkel is. Amit én észrevettem viszont azon a mapon, hogy szerintem ott növelt hozam van. Tehát ott növelt hozam van. Ismerős. Volt egy-két dolog, amiből néztük, hogy hű, de sokat ad. A fa forgács az nagyon sokat ér. Az kegyetlen sokat ér. Hát én most csináltam olyan 1 millió 500 ezer liternyi fa forgácsot, az 2 millió 600 ezer ér. Ez jó pénz. Igen. Csak megvárom, míg december lesz, vagy január, mígre el tudom adni. Mert el tudtam volna adni 500 ezer ér is, de most miért adjam 500 ezer, a 2-6-ot ér. Ja, hát természetes a dolog. Ott aztán addig bérmunkázok, meg ilyeneket csinálok. Az is jó, és el lehet. Hogyha bár van egy terület, amit ki tudsz rengeteg fát vágni, és onnan jött be a faforgás, mondom. Gyere csak. Úgyhogy ezt a mapot tudom ajánlani, azok már viszonylag nem kell annyira izmos gép, csak mondom a mentési idő az kicsit sok, de hogy egy 4x-es mapról van azt szó. Azt nézem egyébként, igen, hogy elég nagy pályácska. Azt hiszem, van rajta 240 főt, 260. De az van a, mit tudom én, a 2 hektártól egészen a 15 hektárig. De lehet nincs akkora. De vannak földek, sok. Tehát azt egyedül szólóban nem éri meg. Az. Hát azt néztem is, most így a képet is, hogy ez az egyértelműen multimap. Van itt egy fasz a 77-20-as John Deere. Meg jó áron, 10... Meg jó így is. 16 misér, alapból mennyi? Mennyi az a John Deere? Jó, akkor most előtt. Mert nem jó az automatikája.
Vissza-vissza megy. Majd akarom megnézni, hogy... Aha, alapból 30 misi, és 6 üzemóra van benne. Mert nézem, hogy kombányt is venni kéne majd. Viszont most lenne jó árba. Hogy van is, 16 misi ér egy. Éppen apránként megvesszük őket. Mert legalább tudunk majd aratni. Merre tartasz? Eladom a lopottát. Micsodát? Eladom azt a fát, amit ki volt vágva. Ja, jó van, jó teszed. Úgy azt... tudok hozni vállát, mert ugye nincs pénzünk vagyunk. Hát van valamennyi, figyelj, max hosszas sima bálát is. Sima szalma bálát amúgy. Nem a komposztnak, nem, a BGA-ba. Belemegy az is. Persze. És ugyanilyen hatásfokú, mint a szilás? Másabb, inkább úgy mondom. Ott azt hiszem inkább a metánból termel többet. De én mondom, az ilyelónkán ugye forgattam vissza folyamatosan, elsően csak sima szalmabálát, ugye annyi pénzem volt, és akkor utána már szilásról csináltam, de nagyon jól lehet vele keresni. Hát brutális. Milyen pénzeket lehet forgatni vele. Meg ugye megy bele cukorrépa szeret, még azt hiszem burgonya is. Ezeket is tudja kezelni, szóval teljesen jó. Hopp. Na jó, srácok, köszönöm a segítséget. Hát, nem sokat tudtunk segíteni, de... Mindegy. Jó van. Majd hát, ha valaki vesz a fáradtságot, hogy átadja. Na! Jó van. Jó kis Hali. Na, világpénze most jön. Hoho, milliárdok. Megnéztem, most motha.usn van egy olyan raklapgyár, ami így le van animálva ilyen robotokat, hogy szépen összerakja a raklapot amúgy. Nagyon jól néz ki. Már nem... Hát, ha jól van megcsinálva, akkor nem valószínű. Mert például a... van egy ilyen húsüzem, ami teljesen le van animálva, még az 19-ben is benne volt, de benne van 22-ben is, baromi nagy épület. És... az például mondjuk egész jól van optimalizálva. Csak az, hú, nem is tudom mennyibe kell, 500 000 euró vagy valahol ott körül van, tehát nagyon drága. De viszont ahogy meg van csinálva, hogy szépen feldolgozza a húst, hogy megy végig az egész üzemen, hát ez... leborultam. Körülbelül. Annyira jó ki van találva. Ja, nem is aktiváltam a izét, hoho. Ma vagy... Lázs... aktiválás. Hogy lehet eladni a fát? Elvileg van ott egy gomb, mert ott van egy fa eladása, de mindjárt megnézem én is. Mert... hogy itt nem találom, vagy nem tudom. Várja. Várja. Még itt nem is jártam eddig. De komoly. Itt van mellett között az asztalos is. Ha, ott is van egy leadó. Várjál csak. Ha, igen, ez a gomb itt van. Ha eladás. Hát, vagy egy felkeltő el szokott lenni.
De jó, hogy van csinálva itt. Aha. Mert ide szerintem a sima, úgy lehet, hogy itt a sima fát adod el. Itt szerint, igen, itt a faforgácsot. Itt a szómébe ugye fel lehet dolgozni. A fát. Itt meg ugye az asztalos műhely. Hát nem fogtunk valami sokat. Hát, várható volt, hogy nem fog olyan sokat élni. Á, ah, sima szalmabálát. És tudom mennyiben van. 8 darab, az 3 millió. 3, szóval egy két. Nagy adagból lehet szerintem. Amúgy úgy számoltam, hogy hát körbálára számoltam, tehát 5000 liter, tehát egy körbál az 80 ezer forintot hoz vissza. Nagyjából. Az egyrészt nagyon gyorsan is dolgozik. Még tényleg ez az elektromos töltés, meg a metán fermentált így összesen így brutális pénzeket tud hozni. Mi ez a kombány? Ja, azt én vettem, mert volt akciósom. Félárba. És nem sok üzemóra van benne, úgyhogy ez majd kezdésnek jó lesz. Majd egy vágóasztalat is nézünk hozzá. Micsoda? Mennyi volt? Hát 30-ról le volt értékeve 16-ra. És én néztem is, hogy 6 üzemóra van benne, hát mondom, az semmi, az... Az... Tessék? Számít, hogy mennyi üzemóra van benne a játékban? Igen, mert annál gyorsabban... anyát, annál többször kell javítani majd. Mindig, minél több üzemóra van benne. Gyorsabban kopik, magyarán. Nem tudom, láttad-e, hogy le van állítva egy ilyen Bühler, vagy mi az? Bühler. Ja, Bühler, aha. 6 millió 100 Hm. Hát, azt most, annak most annyira sok hasznát nem tudnánk itt venni. Egyelőre. Meg most úgyis arra gyűjtünk a munkaeszközökre majd még. Azért nézem így közben folyamatosan az akciós árakat, hogyha talál valamilyen használható dolgokat, akkor azt meg tudjuk venni. És még a vágóasztalt nem néztem meg hozzá, de az nem olyan drága. Már azt sem tudom, hogy... Hol van ez a vágóasztal? Vagy nincs is? És adtak hozzá, mert rossz most van, klassz van. A Bizonnak itt van, a Forsitnak is, az IH-nak is itt van. Hát maximum, hogy ráakasztjuk az IH-ét, azt csókolom. Erre a Lieg pótkocsiga, erre hány bál fér? Vagy hát hány sor? Várjál csak. 4 rá fér. 4 pak, 32 darab? Talán. De nem vagyok benne most olyan biztos. De most ennyi elég is, mert most lementünk a pénz, majd mindjárt visszahozza az úgyis.
Az árát. Hogy? Maradt 3 darab bál a boltnál, mert nem tud többet rátenni. Jó, nem baj. Hogy jöjjön. 189.000 liter bál. Ó, hát csak 75.000 fél vele, úgyhogy maradékot azt majd éppen magának oda begyűjtögeti. A szalmát is. Ilyen liter fér bele, de hogy szilásból 75.000 liter, meg szalmából, vagy együtt? Külön-külön. Ja. Külön-külön. Most 3 adag van. Hát az azért mondom, hogy az nem... Ugye egyszerre nem fog beleférni, hanem majd ugye, ahogy lerakod, nyilván ami belefér, az bele, azt leveszi, maradékot meg majd szépen töltögeti ott magának, ami a közelében van ott a ringernek. Az viszi a FPS-t? Valamennyi, de annyira nem. Mert? Ez a kérdő. Mert 40-50 van. Jobb lett az FPS-ed? Hát, hogy de most ki van kapcsolva? Az ki van kapcsolva, mert állandóan beleakadtak a gépek az autókba. Még most meg van, nem tudom, visszakapcsolom, mennyi lesz az FPS-ed vajon? Vagy mennyit, mennyi volt eddig? Hát most 45, valamikor 51. Uh-huh. Ha földet nézem, akkor 60. Uh-huh. És csak visszakapcsolom. Azt mondom, hogy nem emlékeztem arra, hogy mondom, annyira zaválná az FPS-t a forgalom. Villogó nem volt az Etor? Nem. Az nem volt szerintem gyárleg neki. Jó, van egy ilyen turbós emfrizé mód. Igen? Ő arról tettem ki talán képet Discordon. Most nagyon jó hangja van. Ő 9 terep, 9 ból, hogy lefű. De csak képet tettél ki? Aha. Új, nehogy összemenjünk. Új, 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 új.
koronám. Ja, meg a hangja is, most mondom, kapott egy ilyen nagyobb fejlesztés, csomó textúrát, meg modellt javítottak rajta. De jó hang, jó. Amúgy a fa hitelkemedés nem érne meg jobban, mint a mezőgazdaság? Kis ilyen kezdődő. Fába? Aha. Hát... Egy jó fűrész kéne, meg egy autóidos. Hát a fa is megér, sőt, kezdésnek megér egyébként a fa. Nyilván, hogyha tudsz úgy területet venni, akkor... Akkor ja. Még ha mész egy darab láncfűrészsel, még akkor is szerintem. Meg amúgy lehet, hogy be lehetne ütetni a földet azt a... Ami van tehát a mit? Aha, igen. Tehát itt ahol van ez a 56-os föld, ha mondjuk kezdtünk volna ennek neki, például, azt megöltük volna azt a területet, akkor onnan lehetett volna csetkelni a fát ezerre. Elég sok van ráadás, hogy nézem. Elég, elég nagy az erdő. Jaj, mondom, mi az Isten ez a hang? Ja, hát elég nagy az erdő, az biztos. Lehetne hordani? Ezőrrel? Amelyik földön te vagy a 110 millió forint. Igen. Várj. Jól lekap. Hát de figyelj, a telepet viszont nem is tudom mennyire vettük meg, az, az is elég sok él. A telep is 188 millió, csak a telep. És akkor még ott van ez a kis föld, az 26 millió, meg a szántóföld 45. Tehát most ez csak 110 millió, és akkor abból még lehet megvettem volna még a fűrészüzemet. Mert az azt hiszem talán 30 vagy 40 millió. És még akkor, mit tudom, kibérlek egy ponszit. Vagy megyek egy darab láncfűrészsel, még az is jó, és akkor szépen hordom a fát elfele. És akkor pluszban még amit a fűrészüzemben csinálnak termékeket, azt meg még el is tudom adni. Talán úgy is lehetett volna kezdeni. Na, még visszaviszem a gépet, aztán én lassan elteszem magam. Jó? Ja, holnap meg Zialunka lesz mondjuk. Hát hétfőn, meg viszont hétfőn itthon vagyok, úgyhogy... Aztán lesz majd stream, de majd nézzük valami mapot. Úgyhogy majd kipróbálunk az újak közül. Ja, amúgy hát, ma este nem, mert most megyek fel a Minecraft szerverre, szerintem Mátékkal. De, mit tudom, holnapi napon majd. Mit tudom én a déle, nem tudom, mit tudom én a 10-11 fele. 10-11, majd olyan, hogy hát, igen, délelőtt. Mi lesz ele? Már akkor alszanak a kicsik is, azt akkor át tudnak. Én is le tudnék ülni kicsit. Játszani. Mit szólsz? Na, nekem jó. Nekem na. Vasárnap este nem jó. Aha, jó. Nem nyertekesítjük a nagy lóvét. Még ezt megvárjuk. Hogy ilyen távol van, vagy tőle sok még oda? Ez jó, innen el tudja venni majd, mert látod, tölti folyamatosan a szalmát. Jó, fullom az. Igen. Szilázs az már lassan kezd elfogyni. Hoppá.
óránként adja el fel, amit megtermelt, ugye elektromos töltés, mettel meg fermentáltat tud kiszedni belőle, ugye minden anyagnál más-más arányban, és csak azt óránként el lehet adni. Vagy akár van itt töltem, tehát fel is lehet tölteni akár gépet, hogyha olyan van, de hát az nem sok fajta van. Nem, gép. Ennyi igazából. Nagy dolog, de nagyon jó pénzt lehet vele keresni. Na, köszönöm szépen unalom a játékot. Köszönöm. Legalább örültem úgy. Megmondom te is, hogy működött minden faszám. Felengedett a lúva. Amúgy egyből az teljesen jó. Nem volt népművészeti adag egyébként. Nem. Nem bizony. Na jó éjszakát, Benji, majd beszélünk még. Neked is. Köszönöm. Na, srácok, köszönöm szépen. Igen, mert már annyit volna a kis Kárpátián. Holnapi napon az jelunkra van tervezve. Aztán hétfőn meg valamelyik új map. Majd megnézzük. Arra csinálunk egy kis játékot majd. Jó éjszakát mindenkinek. Jó pihenést. Hamarosan találkozunk. Sziasztok.